Sziasztok, itt újra a Doom. Végigjátszással itt vagyunk Argentin Dur pályán. Az utolsó pályán elvileg, ha jól emlékszem, a játéknak. A vele elpusztításával egy portált kreáltam konkrétan a pokol szívéhez. Most pedig meg kell találnom az utat a UAC energia forrásához, ugye, amit csak a kútnak hívnak. Az orvos stratégiai engedélyez, az orvos stratégiai segítségével el tudod nyerni és be tudod csatornázni az energiáját a kútnak mindörökre ebbe az artefaktba, ebbe a varázstárgyba. És így talán még kordával lehet tartani, bár jó kérdés, a másik része, ami hamarosan jön, valamikor jövőre, az hogy hitatja a sztorit. Mert hát valószínűleg nem sikerült a drog, még a földre is elért az egész pokoli őrület. A kút. Jó, hogy nem a körkútja, ugye már. Itt vagyunk. De bocsánat, azt hiszem ez a pálya rész úgymond több pályában, hát lehet, hogy több videó lesz egyébként, mint hogy ezt én azt gondoltam. Ez lehet, hogy nem csak az egy videó lesz, hanem még több is. Most a kérdés, hogy merre menjünk. No, nem már, tele vagyunk. Azt hiszem kéne még kicsit erősíteni az armor, töltényem. Én szeretem először ezt használni, főleg az arzalban ez a legjobb. Dupla csövű puska, másrészt pedig többit nem akarom elpazarolni kisebb erejű lények ellen. Ó, az komoly. Le kell esni. Sziasztok! Ojj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 
Szelavi. Jöttök még? Ott egy portál, és jött két portál. Hopsz, ez mi pont? Hogy meghalt, belém dobta még így. Ó, ez szép volt ugrás közben. Ajaj, a más is van. Ojaj, ojaj. Basszus. Talán azt a felélesztőt, mert addig nem sok értem volna ezeket lövöldözni. Hol a franza van? Volt egy felélesztő, és nem találom. Fucker, ezt nem hiszem. Ott van. Komolyan ilyeneket nem éreztem. Na jó van. Tudok egy jobb hatást. Egyszerű volt. Egyszerűbbnek bizonyult. Ó, basszus, nem tudom, mitől haltam most meg, de... Pedig azt hittem, hogy simán nyerek ezzel a furfangos BFG húzással. Ja, végig egyszer nem tudom hány ellenfélre töltem meg. Hát nem volt könnyű. Wow. Ugrás az ismeretlenbe. A pokolba. Nem mondom, hogy pokoli utazás ez. Tényleg nem a... ellenfél számára. Ne kéne valahogy el csalogatni őket. Hello.
No. Alien-szerű a fejetek, mondták már? Nagyon gyorsan kapjuk el ezt a kérdést. Meg ezeket is. Így van. Fuhú. Nagyon durva. Na, én legalább megsporolok egy BFG-t, látjátok? Nincs kell ezt. Gyertek ide valahogy. Fejlesztőt. Legyen van a fejlesztőben. És életerő és egyéb cuccok. Itt kijövök, akkor itt jövök ki. Aha, vagy ott bemegyek, akkor itt jövök ki. Kár, semmi nincs. Mi? Növelni életerőmet és őszerem számát. Lehet, hogy ezek nem kéne ilyet elpazolni. Most benyomtam, az lehet, hogy nem egy jó ötlet volt. Egy olyan érzésem. Vajon jól érzem el? Ja, hát ezeket így is lehet közel a szívből. Nincs kell fegyvert használni, minek használunk fegyvert ezekre. Szerintem. Wow, wow. Oh, well. Kérdésem most, itt erre kell menni, vagy arra kell menni? Tudhatok, itt problematikák lesznek. Hamarosan. Ó, basszus már. Komoly. Nem lesz talán, hogy lesz valami.
Lehet, hogy jó lenne átmenni. Vagy amúgy is arra fel kell? Ó, basszus, hogy egy csavart elhasználtam. Semmi. Talán ez a legjobb. Talán. Hullaló, hol le anyó? Meg van lakult a hol le anyók, horrorisztikus változatban. Kell esni ide. Ajjajajajaj. Ja, én emlékszek erre a részre, de viszonylag közel van a küldényához is, viszonylag sérülöm. Ez kicsit is ilyen multipálya feeling, reményem szerint. Táncolj, táncolj, cigány! Bár. És ezt elnézést semmiképpen meg, aki van, gondoltam, mert ezt még valaki úrik. Sok nem. Basszus, hogy benéztem, azt hittem, hogy ilyen rakétás Revenant. Nem adtok helyet sem. Mondták már. Gyorsan. Jönjük a középre. Sziasztok! Közöljétek már meg, basszus. Oh,
Az csak úgy belém jönnek 50 kilométerre. Az igen. Azért 50-en voltak, és ez volt a gond, de úgy mond, azt kéne tudni, hogy hol van még életerő és töltény. Na most nem mondjuk rosszabb, mint töltény, mert sem annyira. Ó, ezt kerestem. Ó, yeah, maximum van. Meggondoltam volna. Igen, ezekből kell 3-at. Mit vagy? Szétszedni. Great. Szálleme. Habár még nem erősítették meg ezeknek a lényeknek a létezését, illetve azt, hogy valaki is ezt vett volna őként. Azért elég sokat lehet róla tudnunk. Elég sokat lehet róla tudni. Bocsánat. Mivel a démonok által is ismertek, és hallottunk már innen-onnan róluk dolgokat, nagyon sokszor hivatkoztak rá idők során az összes eddig felfedezett pokoli területen, a különböző feljegyzések és írások alapján, amiket a Scadingi Sanctum területet találtak. Ezek a wraithek, ezek a szellem elementálok gyakorlatilag, ilyen elementális lények, amelyek Argent Null birodalmát lakják. Ez a világ az első, úgymond, terjeszkedési birodalom, az első korú van jelenlévő terjeszkedés során kolonizálódott. A szellemeket megvetik Argent Null lakói, illetve emberei, és a legerősebb a harcosaikkal, az éjszakai őrzőkkel védelmezik a területet. Úgy hiszik, hogy hatalmas energiával vannak kapcsolatban, illetve azon vannak feltöltve gyakorlatilag. Nem tudom, miért hozzá ezt mindig elő. Csak egyszer megnéztem. Na igen. Merre kéne menni? Tudni. Valószínűleg ezt kéne kinyitni valahonnan. Nem tudom, de elmegyünk erre, ha erre el lehet menni. Aha, úgy néz ki, igen. Most ezeket az őrzőket kell gyakorlatilag kiszabadítanom. Most azon teljesen egyértelmű számomra sem. Ugorjatok el előlem. Jó. Össze-vissza ugrálom, mint a kerben a hangos is. De tényleg?
Ez durva, még. Ezt nem szeretik láthatóan közelről. De ez durva, hogy ilyen koncentrált támadás, úgymond az egy azonnal megölje az a delikvenst. Láthatatlan szar. Ó, basszus. Na, végem van. Azt a végyet is el kell használni. Na, még egyet. Jó, és hogy a felső is megdöbbentek. Mert itt van egy ilyen lelőhely még, vagy egy ilyen... Ó, oh, szerintem történt, és ezért csináltam most itt ezt. Pusztuljátok már meg! Hol vagytok? Az azt, hogy nem pusztul már meg. Van. Fú, basszus. Na, hát elpazarok egy ilyent. Ez annyira erős, hogy megérdemli. Kiérdemelte tőlem ezt a státuszt. Azt hogy sokan vagytok már, kicsit túl sokan. Igen, jó. Jövőkat művel. Jó, basszus, mit találtam ilyen rosszul? Jelentem a tűzbe? Lehetséges. Ó, basszus. Vagy a méregbe. Uff, ez annyira erős ez a... Akkor hátra lök. Hol vagy? Ó, basszus. Áh, ez nem jó. Hol van? Az be kellene a tűzbe.
Kis életerőt, kenyelgök. Jaj, de jó, ezt meg kellett volna szerelni, csak nem vettem észre a piros hátterek között ezt a piros cuccot. Oh yeah! Merre vágytunk? Sokan... Most ilyen duplán erősített karral és kézzel és kesztyűvel fogom ezt szétpusztítani biztos. Az elementálszerűek, ha még léteznek Argendurban, kétségtelen, hogy a pokol energiájáról lettek megkorumpálva. Habár a lényelások alapján ezek a szörnyek nagyon veszélyesek még a saját formáikra is a demonizálás előtt. A szörnyek védelme mindkét esetben az energia függvény, amit generálna, és egyszerre védelem is ellenük. Értető, hiszen egy harci rend, aki védelmezőként szolgál inkább, mint egy egyszerű pap esete. Ez most nem igazán jött ez a mondás. Néhány kőtábla leírja a szellemek imádatát annak szükségében, hogy bosszuljuk és ingerültségük ne zúduljon rá az ott lakokra, és hogy az Ungmar Kódex speciális állításai a szellemhívás ne valósulhasson meg, ami egy jele az érkező szellemeknek éppen. Ez pánikot és terrort okoz az Argentnúri emberekben. Az is lehetséges, hogy néhány szakrifikális, tehát áldozati ceremónia kapcsolódik a szellemek imádatához. Most nézem, hogy tele vagyunk megint hegyverfejlesztéssel, csak nem tudok fejleszteni ez itt. Azért, mert én hülye valamikor egy-két ilyen fegyverfejlesztőt kihagytam, de ez amiatt is van. Hát azt hittem, hogy hülye, hogy csak egy ilyen ágat lehet kifejleszteni. Hát nem. Itt is mindig ilyen koponya szájóba kell tovább menni. Most merre? Ja, valaki írt valami? Ezek szerint? Valaki kinyílt a szája? Oh yeah! Ez volt Secret Territory. Mert maxon vagyunk? Az igen. Ezért nem tudunk kimenni, ki tudunk menni? Merre az, amerre menni kell? Basszus. Erre kell menni. Csak én ezt nem találom. Oh. Igazán értem ezt. Csak erre lehet menni. Hát ez csak szét kell lőni ezt az utcát ott. Nem? Ja? Nem látni a azt is a füsttel. Köd és füst. Most van gőz. Nem a helyzetben. Hát, te már legyen ide, jó? Mindent tettem.
más megelőttem, mint ahol kellett volna. Szóltatom meg, hogy hogy nekünk tud menni az embernek. Pusztuljatok már meg! Egyik is akkor gyengébb a... A Doom 3-ban láthatóhoz képest, viszont erősebb a... A... Pokolbáró, mert nincs is, tehát... Akkor nem szerint. Sebb emberkék. Basszus. Jó volt tőlem, ugye már? Fú, basszus. Hát, hogy most kéne használni már ezeket a... segítségként a láncfűrészt. Lehet, hogy már könne használni. Azért van így kevés történjük. Most innen jöttünk, vagy arra kell menni? Ez jó kérdés. Ah! Azt akartam, hogy vannak történjük. Kéne még találni valahol történt, hogy nem akarok valami tovább menni, amíg nincs. Töltény... És életerő. Na, mindegy. Megoldjuk. Remélem erre kell menni. Megosztósítható. Oh yeah! Ezt eddig is vissza kellett volna venni. Fú, pokoli nehéz. Find the exit portal. Jaj, a röhögés nem tetszett. Tovább olvasva az Ungmar Kódexből. Az éjőrzők erősen ellenálltak légióinknak. Argent Nur elfoglalása felerősítette őket Raid a szellem energiával, és ez minket megtévesztett minden lépésben. Mégis legsötétebb óráink akkor jöttek el, amikor alacsonyan lévő pokolpap, Death Grave
és az ő segítői a sötétségben a réj őrszemekkel megtaláltattak. Az üzlet és az egyesége ránk tört. Mivel visszatért magyarul. Az esküszegű egyetlen fia, aki elveszett a csatatéren Diggave, most pedig Diggave-et pedig el kell vennünk az energiájuk a forrásához, az elementál szemekhez, amelyeket az átkozott áruló vezet Diggave és kabáliája egy átkot tettek a szelemekre, amíg aludtak, és eszenciáikat használtak fel a saját eszközeikhez. A szellemek energiájával megalkották a kutat, ami elvitte hozzánk az elsőgenket. Így hát az Argent városa és a fals hamis isteneik estek el a szentségtelen pokolpapok erejétől. No, most merre kell menni, ez itt a kérdés. Talán arra? Talán... Megnyílt egy koponya? Igen. Ujjj! Ajaj! Itt lesz a főgenya. Aki maga? Olivia Pierce. Jól megkezdtem én, hogy nőstény. Óriás. Pókról van szó. Olyan sok mindent megígértek. Számomra. Ez belőled már nem lesz semmi. Csak pók ica. És a nevet cseri az. Ica leszel. És az ica, ez nagyon veszélyes. Még veszélyesebb, mint talán a kiberdémon és társai. Főleg, hogy a hely szintén nem sok. Vagy ide undormányos. Egyébként kis változatai a második Doom részben is jövőre elérkeznek hozzánk. Elővöm a Big Gun-t. Ajaj. Problematikák vannak. De nagyon. Hatalmas problematikáink vannak. Azt a kanc. Elment előre. Akkor szétlenni? Aha. Ja, ezzel akar energiát visszahozni, hogy ezeket gyorsan lőjük szét. Nagyon gyorsan. Aztán ezekkel akar visszahozni energiát, de most nem bemegyük 100%-os. Most nem. Basszus, észre sem vettem. Még oly jól indult, azt hiszem, hogy elsőre se kerül leverni. Annó ugye levertem már. Ajajajajaj. Inkább ezt kell csak előni. Ja, lehet, hogy ezekből jön a sok szar. Elektromos fos. Úgy hívom, elektromos fos. Na bocsánat, de ez az. Ó, basszus, hogy lehet kikerülni?
sehol. Hogy tudok elmenekülni innen? Jó, akkor tök mindegy, merre megyek. Ja, lehet, hogy ezekre rá kéne ugrani, de akkor meg gondolom, hogy a szarok jönnek ide. Basszus. Basszus. Hát nem tudom ezeket, hogy tudom kikerülni. Ezekből elvileg jönnek ki a tornyokból ilyen életerő packok. Ne packázzatok itt velem. Akkor megpróbálom inkább azt csinálni akkor. Egyszerű. Elkerülne a második fázist. De ezeket fogom használni. Ilyen kopasszal az agyát lőni. Agyatlanul. Leverni barátunkat, Pókicát. Basszus, fegyelj már meg. Hogy tudom elkerülni, basszus, hogy valaki mondja már meg. Franzváros, most nyertem volna, hogyha ezt el tudom kerülni, de nem tudtam. De nehéz ez. Az agyát kell lőni, mondhatom, azt nem szereti. Sokszor nem az agyát léptem, agyatlanul.
Ojaj. Tudtam enni ezekkel. Gyorsan! Ez most hogy a francban nem talált el? Jaj már! Pusztulj! Igen! Pusztulj! Na ne! Ez komoly! Hová rakunk egy BFG-t töltetet. Spider Mastermind. Tether aktiváció. Értünk, Samuel Hayden. Nyertél, vége van, megállított az inváziót és bezártad a portál. De eznek ára volt, az Argent is vége az egész operációs küldetésünk. Látod, én figyeltem a munkádat, próbáltam megérteni a motivációdat. Azt gondolod, hogy az egyetlen út, hogy mindent megöljed, ne, semmit sem hagyva utálnod. És talán igazad van, de talán mégsem tudjuk az egész egyszerűen lekapcsolni. Az Argent energia nélkül csak rosszabb lesz. Nem várom, hogy egyetért. Viszont ezzel folytathatjuk a munkánkat. Na, akkor így jönnek el a földre. Én nem vagyok a sztori gonosza, a fő gonosza. Azt csinálom azt, mert nincs más választás. Ezért csinálom ezt, mert nincs más választás. Itt van az időnk. Nem ölhetlek meg, de nem fogok az utatban állni. Addig, amíg nem látjuk újra egymást. Valahogy éreztem, hogy itt erről lesz szó. Egyébként. Nem emlékeztem már a végére konkrétan a játéknak, de... És akkor így lesz. Dum! Örökké! Az Eternal. A második rész, vagy hát az Eternal az igazából ilyen örökkévaló. Hát a Doom sikere az az, az látható, hiszen már az eltelt 24 évben töretlen a sikere, az sem 25, jövőre lesz 25 éves, bocsánat, nem, most van, most 25 éves, a Doom megy. Jövőre pedig jöhet az új rész. Hát itt van a credits, és köszönöm, hogy végignéztétek a végigjátszást, remélem tetszett. És milyen érdekes, hogy 13 részben volt ez, ilyen kis szerencsétlen számban, pokoli számban. De remélem igazán tetszett nektek. Láthatóan itt vannak a legerősebb ellenfelek és fő ellenfelek. És az is látható, hogy milyen részletesen megalkották őket. Köszönjük ezt az ID Software új munkatársainak és a régieknek is egyaránt. Ezt tudni kell, hogy ebben az ID Software-ben már nagyon kevés a régi tag. Ilyen Carmack és nagyon sokan mások is kiléptek már korábban és mással foglalkoznak, de az látható a dedikálás, mert hogy a munka iránti dedication, ugye, az nagyon jelen van a készítőknél, az újaknál is. Nagyon összpontosítanak és fontosnak tartják, hogy egyben egy új játékot is kapjunk, új lehetőségekkel és eszközökkel és a jó grafikával, de emellett megtartsa a régi első két rész jellegeit a sorozat, és hát ez volt a célja a Doom idézőjelben negyedik része, ami igazából egy ilyen reboot és remake majdnem egyben. Kíváncsi ezek, hogy a másik résznél mit fognak majd letenni az asztalra. Az egyértelmű, hogy a Doom 3-as utat nem folytatják tovább, amikor is a sztori és a horror effektusok fontosabbak voltak. Nekem az is tetszett a maga módján, főleg akkor, amikor megjelent a nagyot szólt. De ugyan a stílusán valamelyest elszállt
felette az idő. És itt van maga Dungáj. Tetszik egyébként ez a kredit. Remélem nektek is. Nagyon ötletes. Egyrészt a pályákon részben végigmegyünk, másrészt láthatjuk készítőket is. Úgyhogy még egyszer tényleg köszönöm, hogy végignéztetek a végigjátszást. És hát majd találkozunk remélhetőleg a másik rész esetén, de akkor már egy teljesen új számítógépre fogom azt valószínűleg maximumon tolni. Tervem jövő jövőre egy új számítógép, 4K-s TV, új kamera, egyébként. Látjuk, hogy ez majd sikerülhet. Én örültem ennek a pokoli jó szórakozásnak, és annak is, hogy megtekintettétek, búcsúzom tőletek, sziasztok!